Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Amiré számára. Kedves Amiré, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és szeretnék tudni, hogyan tovább, mi köt össze benneteket, hogy fog ő döntéseket hozni, és én kezdeném az asztrológiával. Az indiai számítás szerint. Nem tudtad, hogy hány órakor születtél, az sem, hogy ő hány órakor született, így az életházakat nem tudom közölni, viszont a bolygók állását igen. Te egy új hold nap után születtél. Az új hold kihat rád, mert ha egy ilyen napon visszahúzódol és meditálsz, akkor érzed a belső erődet, és megvan az erőd ahhoz, hogy kezdj valami újat. Ez növekvés, ez gyarapodás minden élet területen. A te horoszkópodban és az ő horoszkópjában is hiányzik a levegő eleme. Mindkettőtöknél hiányzik. Ez nem egy olyan különleges valami, mert gyakran előfordul, de ha egy elem hiányzik, akkor azt kívülről kapjuk meg. Mivel nálad is a levegő eleme hiányzik, és nála is a levegő eleme hiányzik, és a szimbolizálja a könnyűséget és a kommunikációt, gondoljatok erre, hogy maradjatok mindig ebben a könnyűségben, pontosan akkor, amikor ti egymással beszéltek, vagy írtok egymásnak, mert ha ezt nem veszitek figyelembe, akkor ez nézeteltérésekhez vezethet. A te horoszkópodban a Vénusz bolygó visszatekintő az utal a múltra, gyakran kármikus témákra. A Vénusz bolygó az egy nőies energia, szimbolizálja a nagy szerelmedet, de a férfiaknál is van Vénusz energia, mert nekik is van jó ízlésük, ők is szeretik a szépet, a harmonikus dolgokat, ez mind a Vénusz energiájához tartozik. De a horoszkópa mutatja azt, hogy éled át a szerelmi életet, és mutatja azt, milyen az elképzelésed erről, és erről a hölgyről. Mivel Vénusz bolygó visszatekintő, mint mondtam, ez a múlttal áll kapcsolatban. Vénusz bolygó egy kvadrát aspektusban áll egy visszatekintő Neptun bolygóval. Mivel Neptun bolygó is visszatekintő, ez a múltra utal, gyakran vannak itt kármikus témák. Neptun bolygót nem könnyű leírni, miről van itt szó. Neptun bolygó az mutatja az álmokat, az álmodozást, a fantáziát is, és ez gyönyörű szép, álom szép. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója is, mert itt érezhető az inspiráció. De ezt úgy tudod elképzelni, hogy eddig minden olyan szép, ahogy én ezt a bolygót leírtam. Viszont előfordulhat az életben, hogy mások mondanak valamit, ami álomszépnek tűnik. Van romantikus, gyönyörű. Ha ez a valóságot illeti, akkor minden rendben van, minden olyan álomszép. Viszont gyakran előfordul az,
hogy ez nem a valóság, hanem valaki becsap bennünket. Ezek hazugságok. De olyan mesebeli szépen volt ez mind elmondva. Ezek az emlékek vannak nálad. Ez nem a jelenlegi helyzetedet mutatja, hanem a múltadat. Mivel Vénusz bolygó és Neptun bolygó között ez a kvadrát kapcsolat van, ezek kihívások. Emlékek, fájdalmas emlékek. Mivel te ezt átélted, és belülről érzed is, te óvatos vagy. A Mars bolygód egy konjunkcióban áll a lefele mozgó hold csomóval, Kétúval. Mars bolygó mutatja az erődet, de mutatja a férfiasságodat is. Ezen a kármikus csomón található. És ez a lefele mozgó hold csomó, ez a múltra utal. Itt is vannak emlékek. Pontosan szemben áll a felfele mozgó hold csomó, és mutat egy kiútat. Egy kiútat, amire szükséged van, mert a te lelked ezt kiválasztotta. De ez a kiút számodra ismeretlen. Ezen az úton még nem jártál. Ez a jövő. Amit te ismersz, ahol ez a lefele mozgó hold csomó van, és a te Mars energiád, az a bika jegye. A bika jegye kényelmes, szereti az életet, van ilyen nyugodt kisugárzása, élvezi az életet, de szereti az anyagiakat is. Itt ennél a pika energiánál, itt, ahol a Mars és ez a lefele mozgó hold csomó van, itt lesznek változások, mégpedig októbertől. Mert októbertől itt a bika jegyében fog mozogni a felfele mozgó hold csomó, ami számodra tükrözni fog valamit. És bele kell, hogy nézz ebbe a tükörbe, az mutat neked egy kiutat és változásokat. Mivel itt Mars egy szerepet játszik, ez a te férfiasságod, ez utal a párkapcsolatra, de a bika jegyét is figyelembe kell, hogy vegyük, és az utal az anyagiakra, a vagyoni dolgokra. Itt lesznek változások, erre számíthatsz októbertől, és még jövőre is itt fog mozogni ezen a területen a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ráhú az mindig egy kiutat mutat, de egy olyan irányt, amit mi még nem ismerünk. De visszatérve a horoszkópodra. A te horoszkópodban, mint mondtam, a Mars bolygó és a lefele mozgó holdcsomó Kétú, ami a múltat jelenti, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben, az a bika jegyében van. Hogy melyik életházban, azt nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor születtél. A felfele mozgó holdcsoma mutatja számodra a kiutat, és az a szkorpión jegyében van. Az ő horoszkópjában, ez a hölgy, akit te szeretsz, nála a hold és a Mars bolygó szintén a szkorpión jegyében van. A hold a szimbolizálja az ő anyai érzéseit, de a belső érzéseket is, mindkettőt, és ez a szkorpión energiája. A szkorpión az a víz eleméhez tartozik, és az szimbolizálja az érzelmeket.
A skorpión energiája mutatja a transformációt, a megújulásokat és a szexuális energiát is. És mivel az ő holdja itt a skorpión energiájában van, ez nála fontos terület, így mondanám. De nem csak a hold van nála a skorpión jegyében, hanem a Mars bolygó is. A Mars bolygó mutatja az ő erejét, az ő belső erejét. Mars bolygó itt a skorpión jegyében otthon van, mert uralkodik a skorpió jegye felett. Tehát ez a hölgy nagyon erős, megvan ez a belső ereje, tehát a tettek embere, de kell neki ez a belső erő, hogy biztos legyen a dolgában. Ha ő 100%-kal megvan arról győződve, hogy szerencsétek lesz, hogy jó döntéseket hoz, akkor azt ő meg is teszi. De ő nagyon jól átgondolja a dolgokat. Nem csak a gondolatait jelzi ez, hanem a skorpión energiája, a víz eleme, az érzéseket is. Ha neki egy jó érzés van ebben, akkor ő tetteket, döntéseket fog hozni. Ami hiányzik, az a levegő eleme, ez a könnyűség, hogy olyan játékosan próbáljátok a dolgokat alakítani, és a kommunikáció, hogy ezt ti megbeszéljétek egymással. A te Mars bolygód, az a Bika jegyében van, az ő Mars bolygója a Skorpión jegyében van, és ez szemben áll. Itt tükröződik valami. Itt a tettekről is szó van, hogy hogyan tovább ki tegyen itt lépéseket. Te tükrözöd neki a biztonság érzetét, meg a nyugalmat, te nyugtatóan hatsz rá, ő pedig az érzelmeket, a mély érzéseket és a szexuális energiát is. Az is tükröződik, neki van ez a kisugárzása. Itt, amikor szemben áll két bolygó, ez olyan, mint egy mérleg, itt mindent mérlegelni kell, és kell az egyensúly. Az is fontos, hogy ne csak te légy aktív, vagy ne csak ő, hanem mindketten, és középen találkozzatok, mert ez a kiút. Mivel nála a Mars bolygó a Skorpión jegyében áll, és az ő holdja is a Skorpión jegyében, ami az érzelmekre utal, az előfordulhat, hogy megsértődik, érzékeny és visszahúzódik. Visszatérve erre a kármikus csomóra a te horoszkópodban, a felfele mozgó holdcsomó Ráhú a Skorpión jegyében van, ez egy életút, amit te kiválasztottál, de nem ismersz. És ő, ez a hölgy mutatja neked ezt a kiutat, hogy melyik életterületen, mint mondtam, azt nem tudom megmondani, mert nem tudjuk, hogy hány órakor születtél, nem tudjuk, hogy ő hány órakor született. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó és Mars bolygó, és ez szimbolizálja a szerelmi kapcsolatokat, a Vénusz bolygó a nőiességet, nála az oroszlán jegyében van, és a Mars bolygó a férfias energiát, és az ő lelki társát, az a Skorpión jegyében van, a két bolygó között van egy kvadrát aspektus, ez kihívásokat
és nehézségeket jelent az ő számára, mert ő nem bízik egy boldog, szerencsés párkapcsolatban. A skorpión energiája, a víz eleme utal arra, hogy ő nagyon érzékeny, gyorsan megsértődik, visszahúzódik. A Vénusz energia jelzi az ő nőiességét, és az oroszlán jegyében kell, hogy ő a középpontban álljon, és mindenki csodálja őt. Számára ez fontos. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, a te horoszkópodban a Vénusz bolygó szintén az oroszlán jegyében van, mutatja a te lelki társnődet, és itt van egy hang köztetek. Mivel nálad Vénusz bolygó visszatekintő, itt egy kármikus párkapcsolatról van szó. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó a Skorpión jegyében, nálad a Bika jegyében szemben állnak, tükröznek valamit, itt is van egy kapcsolat, de vigyázni kell az egyensúlyra. A te horoszkópodban a Hold a határon van, a rák és az oroszlán jegye között. Te ismered mindkettőt. A Hold a szimbolizálja a te anyukádat, a gyermekkorodat, de szimbolizálja a te érzéseidet is. Vannak napok, amikor az oroszlán jegye dominál, te állsz a középpontban, számodra is fontos az elismerés, vagy hogy mások csodáljanak, dicsérjenek téged, és vannak napok, amikor nyugalomra van szükséged, és visszahúzódó vagy, visszahúzódsz a rák jegyében, vagy álmodozol egy harmonikus, szép családi kapcsolatról nyugalomban. Az ő horoszkópjában a Hold a Skorpión jegyében van. Amikor te úgy érzed egy bizonyos napon, hogy kell az, hogy te állj a középpontban, és elvárod, hogy mások téged dicsérjenek, akkor éled az oroszlán jegyét. Egy ilyen napon előfordulhat, hogy ő ezt nem nézi jó szemmel, nem tetszik neki, mert a Skorpión jegye, az ő holdja a Skorpión jegyében, és az oroszlán jegyek között van egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ez az elemekből jön, a tűz eleme és a víz eleme. Az oroszlán jegye szimbolizálja a tűz elemét, a Skorpión jegye szimbolizálja a víz elemét. Tűz és víz. Ha ez kevés mindkét oldalról, akkor minden rendben van. Viszont, ha az egyik elem vagy a másik elem dominál, akkor itt megvan ez a kihívás. Ez látható a természetben is. Ha tűz ég, akkor azt a víz elemével eloldhatjuk. Tehát a víz eleme dominál, a tűz az nem érezhető, nem látható. De fordítva is így van, ha mi a vizet forraljuk, és a tűz eleme dominál, akkor az elpárolog. Nincs akkor víz. Így tudnám ezt elmagyarázni. Ha a te holdad az oroszlán jegyét kimutatja és dominál, az lehet, hogy ő megsértődik, és talán kiégetnek érzed magad. Az is előfordulhat, hogy te állsz a középpontban,
mindenki csodál téged, a hölgyek is, és az nem tetszik neki, azon kívül az ő Vénusz bolygója Magha holtházban nem akarja, hogy mások átnézzenek rajta, az bántja őt, akkor megsértődik, visszahúzódik, a tűz eleme dominál, és a víz, gondolj arra, amikor a vizet forraljuk és elpárolog, akkor olyan száraz, minden megsértődik, és előfordulhat, hogy nézeteltérések vannak. Viszont a te szerencséd, hogy a holdad a határon van, és éled gyakran a rák jegyét. Ha a belső hangodra hallgatsz, akkor tudod, hogy melyik pillanatban hogy viselkedj vele, melyik pillanatban érzékeny ő, mit tudsz számára nyújtani, és ilyenkor megvan köztetek a harmónia, és így tudod ezt irányítani, akkor megvan köztetek a harmónia, ami az érzelmekre utal, mert az ő holdja a szkorpión jegyében van, a víz elemében, és te éled a holdattal a rák jegyét, az is a víz eleme, és víz a szerencsét hoz, ez egy harmonikus kapcsolat. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat, gyakran tanít bennünket. A te horoszkópodban a Szaturnusz bolygó az a rák jegyében van. Ez kihat a te lelki világodra, kihat az érzelmeidre, hogy figyelj oda, hogy bizonyos helyzetekben hallgass a belső hangodra, az intuíciódra és az érzelmekre. Az ő horoszkópjában a Szaturnusz bolygó visszatekintő, tehát vannak nála is kármikus témák, és átél újra valamit, amit jelenleg Szaturnusz bolygó közöl vele, mert az ő horoszkópjában ez a visszatekintő Szaturnusz bolygó a Bak jegyében van, és jelenleg a Bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, visszatért, és aktivál nála valamit, mégpedig a sors útját. Mert Szaturnusz bolygó az a sorsnak a bolygója. Szaturnusz bolygó nem csak idén, hanem jövőre is ezen a területen mozog, visszatért, abba a pontba, mint ahogy az ő születésénél volt, és itt sors döntő változások lesznek, és döntések is. Gyakran kármikus témák, mert az ő horoszkópjában ez a Szaturnusz bolygó visszatekintő utal a múltra, és mint mondtam, Szaturnusz bolygó őrzi a kármát is. Nálad a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, mint az, amit átéltél a korábbi életedben, az a Bika jegyében van, és októbertől itt fog mozogni a felfele mozgó holdcsomó, ami nem a múltat jelenti, hanem a jövőt, vagy egy kiútat, egy új kezdet, hogy melyik életterületen az érdekes lenne tudni, ha tudnánk, hogy hány órakor születtél. A te horoszkópodban a felfele mozgó hold csomó egy életút, amit a sorsod kiválasztott, de nem ismer, meg kell, hogy ismerd, itt fog mozogni októbertől a lefele mozgó holdcsomó kétú idén és jövőre is,
tehát ez elkísér egy darabig, és jönnek az emlékek, ott le kell valamit zárni, és te keresel egy kiutat, lesz egy új kezded. Az ő horoszkópjában két tó, a lefele mozgó holdcsomó, az az ikrek jegyében van, ez egy életút, amit ő ismer. Mert ezen az úton már járt. Mutatja mind azt, amit ő átélt a korábbi életében. Jelenleg itt mozog a felfele mozgó holdcsomó, ő keres jelenleg egy kiutat. Itt a múltját érzi, vannak az emlékek, és az ő lelke keres ebből a helyzetből egy kiutat. Ezt ő érzi nagyon intenzíven, mert ez a felfele mozgó holdcsomó Rahu még itt van az ikrek jegyében októberig. Nála a felfele mozgó holdcsomó egy életút, egy sorsút, amit az ő lelke kiválasztott, de nem ismer. Viszont szüksége van rá, ez a nyilas jegyében van, ez utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, célokra, egy kiútra, de utal egy belső útra is. Itt mozog jelenleg Kétó a lefele mozgó holdcsomó októberig. Tehát nem csak a kiútat keresi, hanem még kötődik a múlthoz. Ez lesz még októberig, október után fellélegezhet, és fog döntéseket hozni. Lehet, hogy nem az idén, hanem jövőre, de így fog történni. És most megkérdezem az Ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, hogy nem szeret téged. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, nem lehet tudni, hogy mit akar. A válasz, igen, ő szeret téged. És most megnézzük ezt a jóslást. A szerelem kertje, itt van egy szerelmes pár, ez a hölgy szimbolizálja a te nagy szerelmedet, és ez az úr szimbolizál téged. Először megnézzük az ő érzelmeit, ezt mutatja itt ez a kártya. Itt megújulásokról lesz szó. Ő érzi, hogy lesznek változások. Ez a kártya, mivel itt Gericht steht, az utalhat egy bírósági ügyre, egy válásra. Azt mutatja ez a kép, hogy ő el szeretne válni, és ez be fog következni, amit ő érez is, mert lesznek ezek a változások, lesznek ezek a megújulások. A te érzelmedet itt ez a kártya mutatja, itt ez az arany érem. Nem csak a vagyoni dolgokra utal, az értékekre, hanem a belső értékekre is. Számodra ez a hölgy, számodra ez a szerelem értékes, és te szeretnél egy boldog családi kapcsolatba kerülni vele. Az ő gondolatait itt ez a kártya mutatja, hasonló, mint itt nálad. A tízes szám, ez a római tízes szám itt jelent egy új kezdetet, egy megújulást, egy új életszakasz, egy új ciklus indul, és ez az ő gondolata is, ez az ő terve. Hogy ezt kimondja, vagy nem, az más kérdés, de ezen gondolkozik el.
nálad itt az érmék vannak az értékek és a föld eleme, tehát a reális dolgok, a tettek. Nála itt a kelyhek vannak, ami a víz elemére utal, az ő érzelmeire, az álmaira, a vágyaira. Erről álmodozik. A te gondolatod, itt ez a király, és ez a király, ez a víz eleme felett uralkodik, ami az érzésekre utal. A víz eleme az egy olyan nőies energia, ez a király viszont egy férfi. A férfias energia az inkább a gondolatokra utal. Te ezen elgondolkozol, tehát megvan ez a terv, hogy te élni szeretnéd, úgy, ahogy te érzed is ezt a biztonságot a párkapcsolatban is. Milyen hatások vannak kívülről? Megnézzük az ő házasságát, és az ő házasságában megjelenik ez az ördög. Ő boldogtalan. Ő keres egy kiutat. Vannak félelmei. Az is lehet, hogy fél a férjétől, és nem meri kimondani azt, hogy ő el szeretne költözni, nem meri kimondani a gondolatait, hogy ő válni szeretne, fél tőle. És milyen hatás van nálad, azt mutatja itt ez a kártya. Te nagyon szorgalmas vagy, és a munkád számodra nagyon fontos. Nem csak a munka, hanem az anyagi biztonság. Amit még ez a kártya közöl, az a türelem. Te türelmesen fogsz várni erre a hölgyre. És mi fog történni a következő hetekben, hónapokban nála? Itt van egy győzelem. Én úgy gondolom, hogy ő arra vár, hogy te jelentkezz nála, és ő, mint egy ilyen győztes, élvezi ezt a sikert. Ő vágyik rád. Ő szeretné a kapcsolatot, de elvárásai vannak. És mit fogsz tenni? Ez a kép mutat egy uralkodót. Te uralkodni fogsz a helyzeten, és vársz türelmesen, amíg ő közöl veled valamit, amíg ő jelentkezik. Itt, ebben a parkban van egy szökőkút, itt látható ez a víz, mutat egy irányt, a jövőt. Hogyan tovább? Mit várhatsz el tőle, vagy mit várhatsz el ettől a párkapcsolattól? Azt mutatja itt ez a mágier, ez egy varázsló. Egy varázslatos vonzalom köztetek, és ez a varázslatos vonzalom vagy szerelem, ez a mágikus vonzó erő oda vezet, hogy nem tudtok szakítani, mert ez a hölgy a te lelki társad. Kedves Amiré, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!